A csapatunk 18 éves játékos edzőjén a Eriket látogattuk meg az otthonában. Az apropó szomorú, hiszen február 6-án történt egy súlyos sérülés. Mi is egész pontosan, Erik? Hát egy szárkapocs csonttörés sérülésem van, sajnos. Egy szerencsétlen mozdulatból adódóan egy vasárnapi mérkőzésen. Ez tiszolgálás, hogy edzőmeccsen történt, pedig előtte minden kerek neki szépnek tűnt, hiszen az a 19-es válogatottnál jártál, ugye? Igen. Ki ellen játszottatok akkor? Hát akkor ugye volt nekünk két edzőmeccsünk Szegeden, Szegedre utaztunk, és a bosnyákok ellen játszottunk két edzőmeccset, amelyen mind a kettőn pályára tudtam lépni az első mérkőzésen csereként, majd a másodikon kezdőként játszhattam. És hát ugye, mivel a felnőtt csapatunk programja is úgy alakult, joggal gondoltad, hogy két napon Újpesten kupameccsen játszol, ugye? Hát igen, járt a fejemben, és erről megerősítést is kaptam, hogy van esélyem játszani, de sajnos ez máshogy alakult. Ez most még fekvő gipsz, de ha minden igaz, ez le is kerül a lábadról? Igen, holnap reggel 9 órakor fogok menni, lesz egy kontrollvizsgálat, és hogyha minden jó, akkor megkapom a járógipszet. Utána milyen etapjai vannak a visszatérések? Hát hála az égnek, minél hamarabb ugye nem sietetve tudok menni majd rehabilitációra. A edzőközpontba ott a fizión tudnak majd nekem segíteni, hogy minél hamarabb visszatérjek és minél erősebben. Kik jelentik most ebben a helyzetben a támasz számodra? Hát persze legfőképp a családom, barátnőm, barátok, a stáb, mert nagyon sok mindent köszönhetek persze Kisvárdának is, mert keresnek és támogatnak mindenben, mindenhonnan nagyon sok jót hallok, sok jó üzenetet. A barátok, ismerősök, a családtag, ez nekem nagyon fontos. Uh-huh. Persze a csapat. És ez a csapat? A mindenki, hála jó Istennek, nagyon sok embert a csapaton egyénileg is kaptam üzeneteket, megkeresést, hogy hogy vagyok, ez nagyon jól esik, és hogy úgy érzem, hogy számítanak rám is, hogy eltölt ez boldogsággal engem. Uh-huh. Volt már olyan csapattársad, aki meglátogatott itt? Hát még most jelenleg nem, barátok inkább. Szerintem akkor egészen eddig a pillanatig.